sikeres csípőprotézis műtétet hajtottak végre a 60-i Albert Schweitzer kórházban. Mostantól itt is végeznek ilyen beavatkozásokat, és a betegeket nem kell többé Budapestre szállítani. Ma hál' az Istennek eljutottunk odáig, hogy az első csípőzőleti protézis beültetés megtörtént itt a 60-i Albert Schweitzer kórházban. Progresszivitás szempontjában a Honvéd kórházhoz tartozunk, a Honvéd kórház osztályvezető főorvosurával nagyon jó kapcsolatban állunk, a traumatológia osztályvezető főorvosurával, és őt kértük meg, hogy egy bemutató műtétet jön el és tartson nálunk. Még azt szeretném megjegyezni, hogy a osztály orvosai fél éven keresztül a Honvéd kórház traumatológia osztályára jártak a kellő gyakorlat megszerzésére. 3 éve készültek erre a műtétre, pontosabban arra, hogy csípőizületi műtéteket végezhessenek itt is. A baleseti sebészet orvosai 1 éven keresztül hetente több alkalommal jártak oktatásra a Honvéd Kórházba Budapestre, ahol ilyen műtéteken vettek részt. A felkészülésben és az első műtétben a budapesti kórház vezető főorvosa asszisztált. Csípőizületi műtéteket ortopédia-traumatológiai szakvizsgával lehet végezni. 2 nagy csoportba lehet megkülönböztetni a protéziseket, vannak az úgynevezett ragasztott vagy cementes protézisek, és vannak az úgynevezett ragasztó nélküli vagy cement nélküli protézisek. Ezt a 2 nagy csoportot lehet, ha akarjuk, besorolás szerint megkülönböztetni, illetve vannak a totál endoprotézisek csípőizületben, és vannak a félprotézisek. Mi jelenleg egy úgynevezett félprotézis műtétet végeztünk, ahol csak a csípőizületnek az egyik részét cseréltük ki. Körülbelül 1,5 órán át tartott az első csípőprotézis műtét. A műtőben több orvos is volt, közülük néhányan tanulmányi szándékkal voltak jelen. Nézték, ahogy a budapesti főorvos és a 60-i kórház főorvosa, dr. Dolecsek Miklós dolgozik. Dr. Gáspár Szabolcs a műtét végén jól megmozgatja a beteg lábát, éppen azt mutatja a kollégáknak, hogy mennyire stabil a protézis. Ezt a próbát minden műtét során el kell végezni. Jelen esetben a csípőtáji törött betegeknél a protézis beültetés az nagy mértékben felgyorsítja a betegeknek a rehabilitációját, sokkal gyorsabb lesz az ő mobilizációjuk, hiszen nem kell tehermentesíteniük, tehát gyakorlatilag a műtét után teljes terheléssel járhatnak az érintett végtagon, segédeszközt használatát arra azért ösztökéljük őket, hogy a lágy részeket védjük az első pár hétben, de gyakorlatilag a műtét után 6 héttel a beteg mindenféle segédeszköz nélkül önállóan járhat. A 60-i kórház orvosai szerint nagy szükség van arra, hogy itt helyben is el tudják végezni ezt a műtétet a betegek gyorsabb gyógyulása érdekében. A comnyaktöröttek száma az utóbbi időben jelentősen növekedett, és a comnyaktörések jelentős típusánál már a hagyományos csontegyesítő módszer nem elfogadott, emiatt 3 évvel ezelőtt kialakult bennünk az az elképzelés, hogy elindulunk egy olyan irányban, hogy lépést tudjunk tartani a korral, és a időszomjak törötti betegeket minél korszerűbben el tudjuk látni, és minél hamarabb fel tudjuk kelteni őket az ágyból. A 60-i kórház a 2. városi kórház Magyarországon a Soproni mellett, aki ilyen műtéteket végezhet. Kellett a különböző társkórházaktól hozzájárulás, mert ugye ehhez ellátási területre is szükség van, mert ilyen jellegű műtéteket azért el kell mondani, hogy elsősorban megyei kórházak, illetve országos intézetek végezhetnek, és akkor utána lehetett az, hogy a fenntartónkhoz beadtuk ezt a kérelmet, akik különböző szakhatóságoktól, ANTS-től megkérte a hozzájárulást, és amikor ez az egész lezajlott, persze közben mindig előfordult az, hogy valaki valamilyen szakmai feltételt támasztott, amit aztán teljesíteni kellett, amivel szintén újra csak az idő telt és múlt. Aztán ennek a folyamatnak a végén, amikor már mindenki úgy ér, hogy mi szakmailag, humán erőforrással, eszközben felkészültek vagyunk ennek a műtétnek az elvégzésére, akkor kaptuk meg az engedélyt. Az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet igazgatónője szerint fontos, hogy a balesetet elszenvedett betegeken helyben végezhessenek ilyen műtétet. Egyelőre csak traumatológiai sérülteken végezhetik el a csípőprotézis műtétet.
Ez azt jelenti, hogy például egy szomnyaktörés, vagy valamilyen balesetből kifolyólag szükségessé váló csípőprotézis műtét végzésére van lehetőség, magyarul az akut beavatkozásokra kaptunk engedélyt, és ugye ezt a műtéti eljárást is a kollégáink elég hosszú ideig, majd egy évig jártak tanulni a Honvéd Kórházba, mert ezért ezt el kellett sajátítani, és most abban maradtunk a szakmai szervezetekkel, a fenntartónkkal, hogy ezt a műtéti eljárást engedélyezik nekünk, és miután úgy tűnik, hogy ebben kialakult egy gyakorlat, beindul a rendszer, akkor igen, az úgynevezett ortopéd jellegű csípőprotézis műtétekre is szeretnénk áttérni. Ezt nap mint nap lehet hallani a tévében, rádióban, hogy mekkora erre a várólista, és azért is szeretnénk ebben részt venni, hogy ezt, ennek a várólistának a csökkentésében városi kórházként szakmailag felkészülten tudjunk segíteni. A 60-i kórház baleseti sebészetén európai színvonalú műtő és szakmailag elismert orvosok vannak, akik mostantól a csípőprotézis műtétekre is felkészültek. A 60-i kórház ugye egy traumatológiai osztály, döntő többségében csípőtáji törött betegeket fognak operálni, akik nagyon nagy számban fordulnak elő. Eddig ezeket a betegeket csontegyesítő műtéttel lehetett operálni, amennyiben lehetett, vagy ha nem, akkor ugye el kellett küldeni egy másik kórházba. Most már itt minden ilyen típusú beteget el lehet látni. Én másodjára járok ebben a műtőben, akkor is már ezt a felújított műtőt láttam. Szerintem ez egy nagyon szép, egy európai színvonalú műtő, mind eszközkészletében, mind pedig a berendezésében. A 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet ezen az úton szeretne tovább haladni, hogy minél korszerűbb módszerekkel láthassák el az idős emberek csípőtájéktörését.